Az Erdély Magyar Televízió új évadáról, illetve a tévés munka kihívásairól tudhatnak meg részleteket az érdeklődők, akik vasárnap délután 6 órától a Duma térbe látogatnak a vásárhelyi forgatagon. Jelenlévő műsorvezetőinknek kérdéseket is feltehetnek a kerekasztal beszélgetés során. A műsorvezető szerkesztő csapat a televíziózás kulisszatitkait és az őszi terveket osztja meg a nézőkkel a vásárhelyi forgatag Duma terében vasárnap délután 6-tól. A beszélgetés moderátora Bodó Előd Barna, Mező Panit község polgármestere, aki azonban korábban az Erdélyi Magyar Televízió műsorvezetője volt. Mindig izgalmas megnézni, mi van a kulisszák mögött, hogyan zajlik ez a munka, és egyáltalán milyen kihívásokkal néz szembe egy műsorvezető. A közönség találkozó pedig arra jó, és azért lehet érdekes, mert a műsorvezető így szemtől szembe tudja elmondani, hogy mik ezek a kihívások, mik ezek az érdekességek. A beszélgetésen a résztvevők megtudhatják, hogy milyen meglepetésekkel, újdonságokkal készül az Erdélyi Magyar Televízió a szeptemberben kezdődő új évadra. Javában zajlanak az előkészületek, az új évadnak a tervezése, a metszet is készül az új évadra, meg annyi témával, és jó lenne, hogyha a nézők is elmondanák, hogy melyek azok a témák, melyek azok a dolgok, amelyekről szeretnék, hogyha metszetbe kerülnének, melyek azok az események, melyek azok a történések, jelenségek, amelyekről szívesen hallanának. A műsorokon kívül személyesebb témáktól sem zárkoznak el munkatársaink. Jaka Péter Emese elmondta, mit jelent számára, hogy a híradónál lehet műsorvezető. Nagyon jó tanulóhely nekem ez, és nagyon sokat tudok tanulni a tapasztaltak kollégáimtól, és mindenképp úgy érzem, hogy ez hosszú távon jövedelmező lesz számomra. A vasárnapi beszélgetésem Farkas Istvánnal, a 24 plusz, Ambrus Laurával a Mozaik, Csatlós Tündével a Nőszemközt, Kányádi Orsolyával a Kultúrcsepp és Balázs Attilával a Hitélet műsorvezetőivel találkozhatnak még.